estét kívánok! Szegfő András filmtörténész vagyok, mondom azoknak, akik nem voltak itt a sorozat előző előadásain. A 100 magyar dokumentumfilm sorozatban ma Forgács Péternek a Dunai Exodus című 1997-ben készült filmjét fogják látni. Talán szokatlan, hogy egyedül állok itt. A beszélgető partnerem ezúttal nem maga a filmrendező lesz, ő nem tudott eljönni, hanem Kádár Anna, aki foglalkozott Forgács Péter művészetével, és akitől sok érdekeset fogunk hallani. De ez a film után lesz, viszont a film ezúttal egy kicsit rövidebb, mint amit eddig megszoktunk. Ez egy egyórás film, amit most látni fogunk. Először egy nagyon apró magyarázat a filmnek a címéről. Az Exodus szócska bizonyára van, akinek ismerős, van, akinek talán nem ismerős. Ez a Bibliában fordul elő, és a zsidók vándorlását, Egyiptomból való kivándorlását szokták ezzel a szóval jelölni. De azóta ez a szó általánosabbá is vált. Egy a modernkori Izraelről szóló amerikai filmnek is a címében szerepelt, és általában a bárhonnan való kivonulást szokta jelölni. A mai filmünk egy korabeli amatőr film felhasználásával két ilyen exoduszt mutat be, mind a kettő a Dunán történik, egy dunai hajón, ugye, amit régóta ismerünk, a régi dunai gőzösöket, az utasszállító gőzösöket, ugye egy az múzeumi hajóként még most is ott áll a Lánchíd pesti hídfőjénél, tehát egy ilyen gőzös tessenek elképzelni, de hát lesz róla sok kép a filmben, és elindul föntről a Dunán le a Fekete-tenger felé, és aztán jön a Fekete-tengerről fölfelé, kétféle embert visz, azért nem mondom konkrétan, mert ez a filmben olyan gyönyörű, hogy én hadd ne roncsam el az újdonságokat, és ezt hasonlítja össze, ezt teszi egymás mellé Forgács Péter ebben a filmjében. Magáról a rendezőről szintén csak röviden, hiszen a film utáni beszélgetésben erről sok szó lesz. Forgács Péter a világ filmbarátai körében legalább annyira ismert név, mint Jancsó Miklós, vagy Szabó István, vagy Tar Béla. És ez talán meglep minket, pedig annak az elismerése, hogy Péter kifejlesztett egy olyan egészen különleges fajta filmkészítést, ami tulajdonképpen egyedülálló, hasonlók vannak hozzá, de ugyanilyenek nincsenek, és ezt nagyon sok helyen nagyon megbecsülik. Még néha még itt Magyarországon is megbecsüljük, megbecsülhetnénk ennél jobban is. Mi ennek a filmkészítésnek az újdonsága? Szintén nagyon röviden mondanám. Arról van szó, hogy ő nagyon sokat felhasznál régen készült amatőr filmfelvételekből, amit ugye ilyen kis kézi felvevőgépekkel egyszerű magánemberek készítettek családjukról, tájakról, városról, bármiről. Ilyen már az előtt is volt, tehát más is csinált már ilyet. Amit Péter kitalált, hogy ő ezekből különböző montázsokkal, filmtrükkökkel önálló történetet alakít ki. Ilyen is volt korábban. De ami a nagy különbség, hogy akik korábban ezzel játszottak, azok ezt olyan fajta filmkísérletként, filmformanyelvi ügyeskedésként és meglepetésként csinálták, meghökkentésként, ami szükségszerűen behatárolta a filmek nézőinek a körét, tehát ez csak a művészetbarátok, az értők, a művészet értésben iskolázottak tudták követni. Szóval ez Péter előtt ez egyfajta avantgárd filmkészítői tevékenység volt, kísérletező, új utakat törő, de a nagy közönség által nem értett tevékenység. Na most, amit ebben Forgács Péter újdonságként hozott, az az,
hogy ő úgy tudja ezeket a filmrészleteket, ezeket a régi darabkákat, fényképeket, egyebeket összeilleszteni, úgy talál bennük eddig föl nem fedezett közlést, információt, tartalmat, hogy közben megteremt egy érzelmi azonosulási lehetőséget a néző számára. Most azt nem mondom, hogy ettől ezeket a filmeket a multiplexben fogják bemutatni a gravitáció és a Batman és a nem tudom micsoda mellett és százezrével, milliójával fognak tódulni az emberek, erről nincsen szó. De mégis kinyitotta ezeknek a filmeknek az értési, szeretési, átélési lehetőségét a szélesebb filmbarát közönség számára. Tehát már nem csak a whitefülű avantgárd filmbarátok nézik ezeket a filmeket, hanem például azok, akik önök is a filmbarátoknak egy tágabb köre, élvezettel és nagyfokú érzelmi átélési lehetőséggel. És még egy szót erről, hogy ebben neki nagy segítségre van visszatérő, talán majdnem állandó zeneszerző partnere Szemző Tibor, aki egy egészen különleges zenét komponál ezekhez a filmekhez, egy olyan zenét, amelyik egy állandó érzelmi készültségben tart minket, és felkészít arra, hogy apróságokra odafigyeljünk a filmvásznon, amiket a filmrendező nekünk meg akar mutatni, és amik néha szíven ütnek minket. Tehát ez a kép és hang, kép és szokatlan furcsa zene együttműködése, ez Péter művészetének a jellemzője. Nagyon sok fesztiváldíjat nyert, és az jellemző rá, hogy a filmjeinek ma már egy jelentős részét, talán egyharmadát, felét is külföldön készíti, mert hívják, megkérik, megtalálják őt azok a régi filmanyagok, amiket ő ilyen módon fel tud dolgozni, legyen a Spanyolországban, Hollandiában, vagy bárhol másutt a világon. Tehát ő egy nemzetközileg elismert magyar filmkészítő. Nem mai gyerek, 1950-ben született, nem színház és filmművészeti főiskolát vagy egyetemet járt, és a 70-es, 80-as években nagyon szerény indulással filmarchívumban, amatőrfilmarchívumban, más rendező mellett dolgozva alakította ki magában ezt a fajta filmkészítői képességet. A 80-as években indította el a Privát Magyarország című sorozatát, ez 14 filmből áll, és azóta is hasonló filmeket készít, tágítja ennek a lehetőségeit, csinált már filozófikus filmet, történelmies filmet, montás, ez a sokféle filmet csinál, de végül is ugyanez a gondolkodás van mindegyik filmjének a hátterében. Úgyhogy körülbelül ennyit akartam a film előtt elmondani, és talán még az eddiginél is több szeretettel és marasztalással kérem önöket, hogy maradjanak itt a film után a beszélgetésre, hiszen a szakértőnk Kádár Anna akkorra tud ideérkezni, és megosztja önökkel az ő tudását és érzelmeit. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Még egyszer bemutatom Kádár Annát, aki nekem tanítványom volt a Pécsi Tudomány Egyetemen, de azóta nemigen láttuk egymást, és most sem én javasoltam ide, hanem ő a saját érdeméből került ide. Egy jelentős tanulmányt írt Forgács Péter művészetéről, és miután olyan régen nem találkoztunk, én első azt kérném magától, hogy nekem is, meg a kedves közönségnek mutatkozzék be, mivel foglalkozik, mit csinál egyetem óta. Hát ugye befejeztem a kommunikációs szakot Pécsen, és akkor a diplomamunkám az a talált film témakörben íródott, ez a found footage. És igazából már az egyetemi éveim alatt Pécsen. Bocsánat, ki volt a témavezetője, tanár? Kettő volt, a Szijjártó Zsolt és a Kovács Éva. Így párban. És akkor tehát ezt a témát választottam, és akkor ezt leszűkítettem a Balázs Béla stúdióban a 70-es években készült filmekre, úgyhogy végül is Forgács Péter úgymond nem került bele, de mint összehasonlítás belekerült, és igazából vele kezdtem, tehát ő volt ez, amivel először foglalkoztam, és utána szűkítettem végül is egy korábbi
időszakra, és akkor ezt a szakdolgozatot fejlesztettem tovább, és folytatom még most is éppen az ELTE film, média és kommunikáció elméleti doktoriskolájában ezt a feladatot. Hát ebből lesz a doktori disszertációja. Nem pontosan ebből, mert végül is még tovább szűkítettem Bódi Gáborra, de még mindig abból a szempontból, hogy ez a talált filmes, tehát ez a found footage vonalba, vagy témakörbe, diszkurzusba, hogy lehet beilleszteni. Sokféle irányból meg lehet ezt közelíteni, én kettőt emelnék ki. Az egyik az, hogy ugye ezt a filmet mi most 2014-15-ben látjuk, ami egy holokauszt emlékév, és elég sok közleményt és visszaemlékezést, filmet, iratot, folyóiratcikket látunk ebben a témában. És aki elkezdi nézni ezt a filmet, és nem tudja, hogy mi lesz benne, az úgy gondolja, hogy akkor ez most lesz egy X plusz egyedik ilyen témájú film, ahol az üldözött zsidók menekülnek. És ez benne is van valóban. És akkor ezt a nézőt, a felkészületlen nézőt teljesen meglepetésként éli, hogy ebben a filmben németek is menekülnek. Ugye a németek, akik a második világháborúnak a negatív hősei, akik az egész nyomorúságot ráhozták a világra, és a mi bűnsegédségünkkel, magyar bűnsegédségével Magyarországra is ráhozták. És itt szó nincs arról, hogy most jó fiú, rossz fiú embereket látunk. Embereket látunk, akik a nagyobb történelmi erőknek a nyomása alatt kénytelenek otthagyni a otthonaikat, kultúrájukat, a kutyájukat. És ugyanúgy menekülőkké válnak, bár akkor még látszólag a történelem nyertes oldalán vannak. És ugye a film az még azt is bemutatja, hogy hogyan fordul a kocka, és hogyan lesznek a úgymond nyertesekből ismét vesztesek. Tehát egy még magasabb nézőpontból mutatja be a történelmet, ami azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon emberi dolog. Anna, hogy jutott el Forgács Péter ehhez a fajta filmkészítési módszerhez? Én egy interjúból indultam ki, amiben a Forgács Péter erre a kérdésre válaszol, még talán az első, második vagy harmadik, most így igazából ezt nem írtam föl pontosan, Privát Magyarország sorozat rész után. És azt mondja, hogy például nagyon fontos volt neki az, hogy részt vett ilyen happeningekben, avantgárd művészeti alkotásokban, és hogy mindennek a véletlenszerűsége, és az, hogy a jelentések azok nem feltétlenül előre adottak, hanem ott a mű közben fejeződnek ki, vagy jönnek létre. Ez nagyon fontos volt számára, és ezen kívül pedig említi Mérei pszichodráma módszerét, amiben pedig szintén egy másfajta jelentéskereséssel találta magát szemben. És ez most mondjuk a mai filmélményemhez kapcsolódva úgy lesz újra fontos számomra, hogy ezeknél a filmeknél egyszerűen nincsen egy értelmezési keret, szóval nem lehet úgy megkérdezni, hogy igazából nagyon sok más filmnél is, hogy az igazán jó filmeknél ugye ez a jelentés, vagy nem is tudom, a mondani való, úgymond, az pont egy ilyen üres tér, amiben a néző bele teheti a saját
elképzeléseit, vagy a saját gondolatait, az asszociációit. És ennél a formánál ez azért nagyon fontos, mert itt azáltal, hogy ezeket a történeteket, ezeket a sorsokat, akikkel találkozunk ilyen módon, akiknek a privát, egészen közeli képeit látjuk, úgy, tehát, hogy a saját asszociációinkkal kötjük össze, akár a saját családi asszociációinkkal, vagy családi történeteinkkel, vagy esetleg történelmi ismereteinkkel, ami meg egy tágabb értelembe vett egy közösségi tulajdonunk, ami fontos számunkra. És ahogy ezt értelmezve, hogy ugye szembe jönnek ezek a képek, és közben a Szemző Tibor igazából azt mondja, hogy ilyen kérdező vagy szemlélődő zenéjét halljuk. Nem kapjuk meg, hogy ez most ennek ezt kell jelentenie, vagy azt, hanem mi alkotjuk meg ezt a jelentést. És ez egy nagyon fontos, tehát hogy az, hogy ez a befogadás, ez egy maga is egy alkotó folyamat, ezen az alkotói folyamaton keresztül ez az emlékezés munkáját segíti. Tehát, hogy ezzel mi részeseivé válunk ennek az egész történetnek, bár ugye nem vagyunk Palesztinában menekülő zsidók, vagy Beszarábiából, Németországból költöztetett németek sem, de mégis részeseivé válunk úgy, mint emberek, vagy hát ki hogyan, tehát hogy valaki közelebbről, valaki mondjuk nem Palesztinába menekülő zsidó, hanem csak simán Magyarországon élő zsidó, de lehet, hogy valaki Németországban élő német, és valaki lehet, hogy egyik sem a kettő közül, csak egyszerűen ember, vagy kelet-európai, és az nagyon sokféleképpen lehet kapcsolódni hozzá, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy kapcsolódásokat hív elő a nézőből ez a film. Hogy nem azt akarja, hogy na értsd meg, hogy én mit akarok, mert nem magyaráz. És ez is nagyon érdekes egyébként, hogyha konkrét példákat nézünk a filmből, hogy ugye van egy narrátorunk, aki elmondja, hogy mi történik a történelemben éppen, ki is vannak feliratok, és nagyon pontos történelmi adatokat kapunk, és ugye olyan helyszínekkel is találkozunk, hogy ugye például Mauthausen mellett elhalad a hajó, és akkor ki is van írva, hogy tehát lokalizál például helyeket, nem is tudom már, nem emlékszem a kikötő nevére, de van egy rész, amikor a kikötőről van szó, mikor szálltak hajóra, és akkor azt látjuk. De nagyon sokszor van az, hogyha megfigyelik, vagy ha esetleg majd újra nézik, hogy a szöveg, amit a narrátor mond, azt nem illusztrálják a képek, tehát nem magyarázza a képeket az a szöveg, hanem valahogy máshogy kapcsolódik hozzá. És az, hogy hogyan kapcsolódik hozzá, ez a kérdés, ezt már mindenki másképp mondja, mindenki egyénien magyarázza, és hogy ez a nagyon szép dolog, hogy ezt a lehetőséget mindenki megkapja, és nincsen jó vagy rossz magyarázat. Vagy hát nem tudom, Donáron mit gondol erről. Köszönöm szépen. Megint visszadobnám a labdát. Van-e valami olyan, ami nem volt világos a filmben, amit esetleg szívesen megkérdeznének, hogy is van, vagy ami nem volt pontosan érthető? Nekem majd lesz egy, igen? Nem megértetős, hanem egy kiemelő, ki szeretnék emelni egy jelenetet, most. Jó, tessék parancsolni, van-e valakinek ilyen kérdése, hogy a filmben hogy kerül ez ide? Miért van ez itt? Mit jelent? Mi történt ekkor? Bármilyen kérdést föl lehet most tenni nekünk, mi pedig megpróbálunk válaszolni. Tessék! Én rögtön kérdezném, hogy az Erzsébet királyné kinek a tulajdonába volt? A hajó? A hajón rajta van az MFTL 4 betűje, ez a Magyar Folyami és Tengerhajózási Részvénytársaság. Ennek a tulajdonában volt. Ez egy, ugye az akkori a lehetőségek szerint a Dunán közlekedtek, tehát ugye eljutottak
Ausztria ekkor már nem létezett, ugye, tehát az már Németországnak a része volt, és vehettek lefelé, és vehettek föl megbízásokat Pozsonyban, Bécsben, bárhol. Hát üzleti alapú megbízások voltak. Abszolút. Ezek a, ez nem egy jótékonysági dolog volt. Itt a, ugye a film mutatja azt a zsidó szervezeti titkát, aki egyébként nem is megy velük Palesztinába, hanem a film végén megtudjuk, hogy ő visszautazik Pozsonyba, ugye, aki kibérelte a MFTL-től a hajót, és a másik hajót pedig azt valahonnan máshonnan bérelték, ugye a nem tudom milyen cárnak a cár nevű hajót, ahol kevesebben utaztak, és párhuzamosan ment a két hajó, azt pedig valakitől máshol bérelt, máshonnan bérelték. Cárdusánt, igen. Akkor még azt kérdezném a kapitányról, hogy, tehát, hogy lehet-e róla valami többet tudni? Neki specialitása volt ez a szállítás, tudom, hogy a kérdés hülyén hangzik, de hát, mivel foglalkozott előtte az, hogy utána arról ugye volt? Hát ő ennek a hajónak volt a kapitánya, és nyilván előtte más hajókon teljesített szolgálatot, akár mint kapitány, akár korábban, mint első tiszt vagy beosztott tiszt, tehát ennek megvolt a módja. Nem sokat tudok róla, ugye a filmben is mondják, hogy a kommunista hatalom átvételkor őt elbocsátották, és aztán néhány év után békés úton, tehát betegségben elhunyt, ugye. De ha megnézzük a filmet, akkor azt hiszem, hogy akkor nagyon sokat megtudunk róla. Tudnélik, én azt gondolom, hogy ez az ember azon kívül, hogy valószínűleg egy jó hajós kapitány volt, azon kívül egy filmező zseni volt. Egy hihetetlen dolgokat vesz föl. Tehát tulajdonképpen az, hogy a Forgács Péter úgy tudott bányászni ebben a bányában, ahhoz az kellett, hogy ott valaki az aranyokat ellejtse, vagy ott legyenek aranyok abban a bizonyos bányában, ahonnan Forgács Péter bányázott, és ez pedig az Andrásovics kapitánynak a fantasztikus szemét dicséri, ahogy ő látványokat meglát, és azt a bátorságát, amit nem olyan értemben bátorság, hogy valaki megbüntette volna ért, tehát ugye Isten után ő az első volt a hajón, ő bármit csinálhatott, hanem ilyen filmezést ő akkor a világon sehol nem láthatott. Tehát az, hogy egy filmkamerával az embereknek a intim apróságait megörökíti, ilyen nem létezett. Tehát gyakorlatilag ez a fajta filmezés, ez csak az amatőrök között létezett, és ez talán az egyik oka annak, amiért Péter felfedezte ezeket az amatőr filmeket a maga számára, mert azt, amit a korabeli hivatalos filmek nem csináltak meg, azt ezek az amatőrök öntudatlanul és szándékolatlanul, egyszerűen emberi érzékenységből, kíváncsiságból, odafigyelésből, együttérzésből, bármiből megörökítették. Ugye? És ebből a kincses bányából tudott a Péter bányászni, és ebből az anyagból tovább építkezni, és megcsinálni ezt a filmjét, és néhány hasonló filmet hasonló kincses bányákból. Ha ez mi lenne, hogy fűzni valam, hogy én sem tudok sokat a hajós kapitányról, mármint hogy a karrierjéről, és egy, szerintem a film talán nem is akar róla ilyen típusú információkat megosztani, hiszen akkor több felirat lenne róla. Viszont tehát a többi forgácsfilmmel összevetve, vagy legalábbis a Privát Magyarország sorozattal összevetve, nagyon sokszor szokták azt említeni ezekkel kapcsolatban, hogy ő sorsfilmeket csinál, és másik epizódokkal kapcsolatban sokkal könnyebben, kézzelfoghatóban előjön, mert ugye ott arról van szó, hogy családi amatőr filmekről van szó, és ő egy kicsit, mint egy ilyen analitikus a családot úgy nézi meg, hogy viselkednek, hogy mozognak, és próbálja, és az interjúkban is ezt kifejezetten hangsúlyozza, hogy próbálja az anyagot
szóra bírni, hogy kiderüljön ezeknek az embereknek a belső, az, ami, hogy találkozhasson vele a néző. Nem csak úgy, hogy a látványával, hanem úgy is, mint a lényével. De nem egy indiszkrét módon, hanem úgy, hogy ezáltal, hogy ennek a szépségét is átéljük, hogy itt valakinek a sorsával találkozhatunk. Na és hogy ez az Andrássovics kapitány esetében, ő nála ez egy picit bonyolultabb, mert hiszen nem róla szól a film, hanem erről a két transportról, úgymond, amit a Erzsébet királynőn szállított, tehát az emberekről szól, de végig szól róla is, hogy ő neki abban a pillanatban egészen biztos, hogy ő egy esztétikai élvezetből is csinálta ezt, tehát hogy egészen biztos, hogy egyszerűen szépnek és jó, ő szeretett a kamerájával felvenni embereket, mert érdekes, hogy mozognak, érdekesek, de egy nagyon erős odafordulás, vagy egy nagyon erős jelenlét érződik abban, ahogy ő, hogy ilyen megértés, vagy igazából a jelenlét szó az egy nagyon jó szó erre szerintem, hogy odafordult azokhoz az emberekhez, és érdekelt, látszott, hogy kíváncsi rájuk, és érdeklődik, és közel mert menni hozzá, egy nagyon sok kisgyerek arca, hogy ahogy mindennapi tevékenység kártyáznak, zuhanyoznak, nekem például ez a zuhanyzó jelenet, tehát ott fel is fordul, hogy ő akkor olyan kapcsolatban lehetett, hogy azok az emberek nem bánták, vagy szóval biztos, hogy megvolt, hogy... És ugye hát egy ilyen hosszú út alatt azért eléggé összekovácsolódik egy ilyen közösség, és hogy valahogy így meglesznek ezek az emblematikus szereplők, a szép Magda, és akkor ő ezt is, szóval valószínűleg neki fontosak voltak ezek az emberek valahogy, és ezért tudott ilyen szép filmeket csinálni, azon kívül, hogy amúgy technikailag is nagyon rendben volt szerintem. Hogy azt se felejtsük el, vagyis ez többször is elhangzik a filmben, hogy mi sokkal többet tudunk a történelemről, vagy arról, hogy akkor mi történt, vagy mi lett a végkifejlete, mint ők, tehát 39-ben és 40-ben. Tehát, hogy akkor ők hallomásokból tudnak Dachauról, hallomásokból tudnak arról, hogy esetleg vannak, akik megmentik őket, de akkor még, de igazából még, tehát, hogy igazából ez is a filmnek egy nagyon-nagyon fontos erénye, úgy, akár az első kérdéshez is visszatérő, hogy miért fontos ez a film, miért válogatták ide be, hogy mi úgy találkozunk ezekkel a történetekkel, ezekkel a mindennapi emberekkel, hogy mi tudjuk, hogy ők hogy voltak ebben a nagy történelemben, tehát hogy nekik mi volt a sorsuk így ahhoz képest. Tehát nekünk van egy másik viszonyunk is ehhez az egészhez. Ők, egyébként én megnéztem, nagyon érdekes nézni a Dunai Exodusnak a honlapját, és ott van néhány interjú mind a német, mind a zsidó oldalról, és arra emlékszem, hogy az egyik visszaemlékező zsidó néni azt meséli, hogy hát ő fiatal volt, és örült, és hogy a szép Magdával volt egy szobában, és hogy ők valahogy kabinhoz jutottak, és az egész neki egy kaland volt. Tehát, hogy mindaz, ami nekünk a holokauszt borzalma, és ez egyáltalán nem van le, sőt, hozzáad a borzalmakhoz, az annak ezer meg ezer nézőpontja van. Tehát, hogy az, amit mi a történelemnek nevezünk, és megtanuljuk a történelemkönyvekből, annak a privát nézőpontokból nagyon-nagyon sok olvasata van. Tehát, hogy valaki akkor éppen annak örült, hogy megtalálta az élete szerelmét, és hát ott összeházasodott vele a hajón. Tehát, hogy annak például valószínűleg egy egészen más fontossága van ott az életében, mint az, hogy na most akkor ők hol is vannak. Valakinek meg ugye az volt a fontos, és ez tényleg annyira szívszorító, hogy visszament, és ott vonyított a kutyája a kerítés mögött. Szóval valahol ez, hogy a betakarítatlan búza, szóval az életük ott, amivel foglalkoztak, ők ugye földművelő emberek voltak, és hogy így a földjüket, meg a házukat elvették tőlük, és hogy
Pedig ők akkor a győztes oldalon voltak, tehát itt nem arról van szó, hogy amikor a németek vereséget szenvednek, akkor hogyan űzik el a németeket. Őket a saját nagy hitleri birodalmuk egy alku során beáldozta. De a hitleri birodalom akkor még abszolút a világjában volt, a győztes pillanatban volt. Tehát ugye ez annál szörnyűbb, hogyha belegondolunk, ugye, mert az is egy szörnyű dolog, hogyha elvesztünk egy háborút, és akkor valahonnan menekülnünk kell a családdal mindennel. Tehát ez szó sem volt. Szó sem volt. A hitleri birodalom akkor éppen még a győztes pillanataiban volt. Egyébként ez nagyon köszönöm, hogy erre felhívta a figyelmünket, hogy itt azért nézzük meg az évszámokat. Ugye 39-ben, amikor elkezdődik a történet, akkor még nem megy a második világháború. Ugye a film, az út közben jön egy pillanat, hogy meghallották, hogy megtámadták Lengyelországot, és akkor emiatt aztán fokozódott a feszültség ott len Bulgáriában, Romániában egyáltalán. Tehát ilyen átbillennek a dolgok. Ugye nem tudták akkor, hogy a második világháború kezdődik el, de azt, hogy a Hitler és Stalin megegyezik és lerohanják Lengyelországot, hát az egy óriási földrengés volt ebben az európai világban. És a másik út is, amikor jön, ugye 40-ben jönnek föl, akkor még Hitler és Stalin puszi pajtások. Ugye van is a filmben egy híradó jelenet arról, hogy orosz és német csapatok hogyan barátkoznak. Ugye mikor támadja meg a Szovjetuniót Hitler, Németország? 1941-ben, ugye? Tehát egy évvel később, mint ahogy a filmünknek a második exodusza játszódik. Tehát ez egy nagyon érdekes pillanat, mert rengeteg minden bizonytalan még. És nem tudják az emberek, hogy hogyan alakul, és óriási nyomások hatására történnek ezek a mozgások. Ugye a zsidók felismernek egy helyzetet, és úgy érzik, hogy mindent oda kell áldozniuk, de ki innen menekülni kell, mert ez az életük van veszélyben. A németeket pedig egyszerűen kilökik onnan egy alku keretében, beáldozza őket a hitleri birodalom, hogy na akkor ti gyertek, és végül is ők tulajdonképpen, van egy ilyen mondat is, hogy tulajdonképpen úgy érezték, hogy helyesen cselekesznek, amikor menekülnek, mert hallottak néhány dolgot arról, hogy mi történt a Szovjetunióban máshol németekkel. Ugye? Tehát még egy ilyen vonala is van a filmnek. Hát nagyon sokféle történelmi harapófogóba kerülnek itt az emberek a film során. Az is nagyon érdekes, hogy mit gondolhatnak ezek az emberek, mind a két oldalon, most ahogy így nem mondta, mind a két oldalon arról is van szó, hogy valamilyen vágyott, elképzelt, ilyen paradicsom felé haladnak. Tehát ugye a zsidók egyrészt menekülnek, másrészt ugye hát nem akárhova, hanem ugye Aliázer palaszt Palesztinába mennek. Tehát azért, tehát hogy itt cionista szervezetek is szervezik ezeket, tehát ők előre tudnak egy csomó mindent, hogy ott kint építik együtt a zsidó hazát, tehát hogy itt van egy ilyen nagyon pozitív célja ennek az egésznek. Ugyanúgy a németek is, van az a jelenet, amit egy másik okból szerettem volna felidézni, de most akkor emiatt, hogy van egy jelenet, ami úgy kezdődik, hogy alszanak, és egy valamilyen templomi közös kórusban énekelnek közben, és aztán egy igazi ilyen álomjelenet bontakozik ki előttünk, ahogy egy kisgyerek a kamera felé nyúl, és a gyerek arcát látjuk, és van egy ilyen jelent, ez nekem nagyon megmaradt, hogy gitárral valaki integet, és hogy tehát ilyenek vannak egymás után füzeldig, most ahogy néztem, most jutott eszembe, hogy ez tényleg egy ilyen igazi szürrealista ilyen álomjelenet, és a végén egy napló részlet van, hogy azt gondoltuk, Németország a paradicsom. Hogy erről álmodtak közben, hogy ugye volt egy ilyen mítosz, valami volt, amit ők hallottak arról, hogy hát ahova ők mennek, ott közben látunk ilyen szép ilyen, nem is tudom, bajor, vagy milyen tájakat, de hogy szóval, hogy mindkét, tehát hogy az is, ez is egy ilyen kontraszt. Igen, és a realitás pedig igen. Az, hogy a nagy német birodalom, ahova ők annyira vágyódnak a paradicsom,
az egyik táborba, fogadó táborból a másik fogadó táborba teszi őket, és utána, na hova viszik őket? Hát ugye lelohantuk Lengyelországot, növeljük ott a németek számát, kilökünk lengyeleket a házaikból, a Beszarábiából elmenekített németeket lakjuk be a lengyelek házaiba, ugye? Na de könyörgök, ezek a németek is emberek, meg a lengyelek is emberek. És ezeket a németeket nem lehet úgy belakni a lengyelek házába, hogy őnekik eszükbe ne jusson, hogy kiket laktak ki innen, ugye? És ez remek történet a hegedűrel, ugye ott felejtik a hely értékes hegedűt, és akkor visszajönnek érte, és akkor a német visszaadja neki, mert bölcsületet érezze, de ne tessék megmondani a hatóságoknak, mert nekünk bajunk lehet belőle, hogy becsületesek vagyunk. Amikor beszól a német tisztnek az anyukája, hogy hát ez keresztényetlen, hogy ne tessék már minket mások helyére, és akkor megmondja, hogy milyen lehetőségei vannak, hogyha nem akar beköltözni, akkor mehet a koncentrációs táborba. Szóval, hogy, és igazából nekem így ebből a szempontból az volt egy nagyon hatásos jelenet, amikor van az első vacsora, vagy valamilyen felirattal egy asztal körül a család, és ott egy kávésként kiöntő szép kancsóból töltenek, és az jutott eszembe, hogy ez kié ez a kancsó, szóval biztos nem hozták magukkal, és akkor az valószínűleg azért a családé volt, és ahogy elmondják, hogy ott a fiókokból kipakoltak, és ott voltak a bútoraik, és minden, szóval, hogy ez azért iszonyúan megrázó, és valahogy ezek a terek is, ugye az egész, amiről most beszélünk, azt így szimbolizálják, vagy mögöttem van, hogy emberek ki vannak taszítva a saját terükből, és egy másik térbe vannak áthelyezve, és akkor minden között van ez a Duna, ennek a tere, ami meg egy ilyen nemzetközi víz, tehát hogy ez hányszor elhangzik a filmben, hogy ez egy semleges hely, ahol biztonságban is van, de hát közben meg egy olyan veszélyes hely, mert vihar van. És ahol nem lehet örökké maradni. Tehát csak egy ideiglenes hely, ahol ideiglenesen lehet nekik csak létezni. Bábukként tologatták ide-oda. Hitlernek azt mondták, hogy de Mein Führer, itt németek vannak ebben, amit most mi odaadtunk az olaszoknak. Ja, vannak németek? Na akkor írjuk bele az egyezménybe, hogy a németek eljöhetnek ide. Ugye? Mint az előforrások, a bábuk, hogy ennyi tonnát, vagy ennyi állatot. Na ember, igen, vigyük arrébb őket. És ezzel ellen tiltakozik a film, és ezért van annak óriási jelentősége, hogy németek is vannak benne, és üldözött zsidók is vannak benne. Ugye? Tehát a filmet semmiféle egyoldalúsággal nem lehet lesöpölni, hogy mit érdekel ez engem ebben olyanok vannak, akik nekem idegenek. Nincs idegen. Itt mindenki a miénk. Anna, akár még valamit mondani? Elmondta, amit akart. Akkor köszönjük szépen, hogy itt voltak, és várjuk Önöket a következő alkalommal is.